A Nagykunsági Népművészek Egyesülete 2003-ban alakult, ismert és elismert jellemzően karcagon alkotó népi iparművészekből. Bár számtalan bemutatót, kiállítást tartottak, ezen túlmenően a nagy nyilvánosság nem értesült róluk. Amikor átvettem 5 évvel ezelőtt az elnökséget, mint néprajzkutató, bevettünk egy újabb feladatot, ez pedig a Nagykunság népművészetének a néprajzi szempontú feltárása, és egy könyvsorozatot indítottunk. Az elmúlt években megjelent a Kunkapu, vagyis a nagykunsági faragó stílusról írott könyv, aztán a Kunhímzéses párna végek, majd pedig a Kunhímzés minták könyv. Az Egyesület most új oldaláról mutatkozik be, hiszen Alkotókezek című kiadványában saját magáról vall. Az Egyesület tagjait, életüket, feladatukat mutatja be, életrajzok és sok-sok ma már komoly helytörténeti értékkel bíró fénykép segítségével. Vegyesen jöttek a képek, kiválogattuk. Volt, amikor a tag küldte a képet, aztán internetről, a honlapjukról, saját készítésű fotókkal szedtem össze a képanyagot. Aztán folyamatosan érkeztek az önéletrajzok. Hát volt, ami rövidebb, volt, ami hosszabb. Kiegészítettük, kértük, hogy ők is egészítsék még ki, hogyha nem elég. Az összeállított kiadvány a Nagykunsági Népművészeti Egyesület ma már nem élő tagjai előtt is tiszteleg. Nagyon hasznos olvasmány azoknak, akik érdeklődnek a kunság, a kunsági népművészet, egyáltalán a vidékünkre, az itt élőkre jellemző kultúra iránt, hiszen az elmúlt 20 év szinte valamennyi népművészeti teljesítményét bemutatja, illetve azokat a kiváló alkotókat is, akik hosszú-hosszú évek munkájával olyan tudásat tettek szert, amelyre valamilyen büszkék lehetünk, alkotásaik pedig ennek a tájnak az üzenetét hordozzák. Az Alkotókezekkel egy időben került az olvasók elé a Jászkunság évkönyv 10. kötete, amelyben 26 szerzőtől 52 tanulmány olvasható néprajzi, helytörténeti kutatások eredményeiről, valamint kulturális rendezvényekről. Egyik nagyon fontos fejezete a 2022-ben Karcagon megrendezett tudománynapi konferencia, amelynek a témája az volt, hogy hol, hogyan segíti a helytörténetkutatás, a néprajzi eredmények, esetleg szociológiai eredmények az iskolai oktatást alapfokon, középfokon és felsőfokon. Mind az Alkotókezek, mind pedig a Jászkunság évkönyv komoly összegző ismeretterjesztő munka, és mindkettő nagyon hamar a helytörténet részévé is válik.